Üdvözlöm Önöket! A felelőtlenség világrekordja. Ezt a címet adtam a mai sajtótájékoztatónak, miután tegnap Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette, hogy a kormány döntött az államadósság mértékének 4%-os csökkentéséről, és hogy véleménye szerint ez világrekord. Én is világrekordnak tartom, de a felelőtlenség világrekordjának. Orbán Viktor kormánya ugyanis egy évi tevékenységével eddig nem csökkentette, hanem növelte az államadósságot. Az államosított nyugdíjcélú megtakarítások elköltésével viszont feléli azoknak az embereknek a jövőjét, akik takarékoskodtak időskorukra. És az elhibázott adó, költségvetés és gazdaságpolitikája miatt bajba jutott embereknek, millióknak történő segítségnyújtás helyett az állami költségvetés pénzét hol részvényvásárlásra, hol más olyan lépésekre használja fel, amely csak növeli a pénzforgalmi hiányt. Ráadásul az a bejelentés, amelyet a miniszterelnök úr tegnap tett, álságos módon félrevezetés az embereket. Egyfelől ugyanis nem igaz az az állítása, hogy ez a csökkentés egyedi lenne. 1994 és 97 között az államadósság mértékét a szocialista kormány a GDP 90%-áról 62%-ára csökkentette, ami azt jelentette, hogy évente átlagosan 9%-pontos csökkentés volt, több mint duplája annak, amire Orbán Viktor miniszterelnök büszke. Ráadásul akkor Bokros Lajos és Megyesi Péter pénzügyminiszterként szigorúan kézben tartotta az államháztartás folyamatait, szemben azzal, amit Matolcsy György, a miniszterelnök jobb kezé ma tesz. Az idei hiány ugyanis a magánnyugdíj pénztári vagyonok államosítása nélkül 7%-ra rúgna. Tehát az idei hiány, ha nem államosítják a megtakarításait az embereknek, akkor bizony 7% lenne, vagyis, mivel a hiány növeli leginkább az államadósságot, így ha az emberektől elvett pénz nem lenne, akkor az államadósságot jelentősen növelte volna Orbán Viktor kormánya ebben az évben. Egyébként ezt támasztja alá a 2010-es év is, mert a miniszterelnök állításával szemben nem 81%, hanem 77% volt tavaly a kormányváltáskor az államadósság. Tavaly évvégén az Orbán kormány munkájának sajnos negatív következményeként nőtt meg 81%-ra. Nem történt más tehát a mostani bejelentéssel, mint hogy Orbán Viktor, még egyszer mondom, nem megtakarításokkal, nem a kiadások csökkentésével, hanem államosításával visszaviszi a hiányt arra a szintre, amilyen szinten az előző kormánytól átvette. Annak az államadósság növekedésnek, amelyet tavaly második fél évben tapasztaltunk, egyértelműen az az adópolitika és gazdaságpolitika volt az oka, amelyet az Orbán kormány megvalósított. Összegezve, tehát teljesítményük negatív, miközben dicsekednek mások megtakarításainak felhasználásával. Ráadásul a magánnyugdíj pénztárakban halmozódó megtakarítások és a Magyar Nemzeti Banknál betétként elhelyezett IMF kölcsön csak statisztikai szempontból volt adósságnak tekinthető, ezért ha valaki reálisan nézi, akkor egy évvel ezelőtt az államadóság mértéke 62%-ot tett volna ki. Más okok miatt is állítható, hogy az Orbán kormány a felelőtlenség világrekordját állította fel az elmúlt egy évben. Nem alkalmazkodtak a világgazdasági válság hatásaihoz, sőt, egyszeri bevételnövelő intézkedésekkel gyakorlatilag olyan fenntartatlan pályára vitték a magyar költségvetést, amelyben felélik a jövőt. Visszatérve az államosított magánnyugdíj pénztári megtakarításokra, azok nagyobb részét ugyanis folyókiadásokra költik el, azaz még ebben a ciklusban sajnos eltapsolják. Vagyis ennek a pénznek a nagyobbik részét költik most el, amelyet a pénztári tagok időskorukra a megfelelő színvonalú megélhetés érdekében félretettek, de amelyet a Fidesz kormány államosított. Ez a közel 3000 milliárd forint pedig később még hiányozni fog, amikor ők nyugdíjba mennek. A folyó kiadásokra történő költés viszont azért volt szükséges, mert Matolcsy György és Orbán Viktor olyan adórendszert fogadtatott el a Fidesz-el és KDNP-vel,
amely a gazdagokat gazdagító és a szegényeket szegényítő folyamatokat indított el. Vagyis a vagyonosabbak adóterheit csökkentette, miközben a szegények adóterhe nőtt. Csak ezzel a személyi jövedelem átalakítással 500-600 milliárd forintnyi lyuk keletkezett a költségvetésben, ennyivel kevesebb pénz jut ugyanis innentől kezdve az állami kiadásokra. Az elmúlt egy év során tehát Orbán Viktor és kormánya fordított Robin Hoodként viselkedett. Azoktól vett el, akiknek kevés van, és azoknak ad, akiknek sok. Ma már világos, hogy a kormány olyan adó és szociális rendszert alakított ki, amely a tehetősek szűk rétegét támogatja a társadalom nagy többségének rovására. Nem egyszerű lenne arról van szó, hogy vannak, akik gazdagodnak, és vannak, akik szegényednek az Orbán korszakban, hanem arról, hogy sokak szegényedése teszi lehetővé kevesek gazdagodását. A magasabb jövedelműek attól életnek még jobban, hogy mások közben elszegényednek. Nem csak leplezetlenül a gyengébbtől veszik el az erősebb javára, hanem megnyitja ezzel az utat, a lecsúszás útját a középrétegek számára is. Ráadásul az ígéretekkel szemben 2010 nyarán Orbán Viktor miniszterelnök adóemelést jelentett be. Az adó jóváírás megszüntetése ugyanis ezzel legyen értékű. Ezt minden átlagos és annál alacsonyabb keresetű állampolgár megtapasztalhatta 2011-ben, amikor csökkent a jövedelme. És bár a kormány bevezette a gyerekek után járó adókedvezményt, ez is csak a legmagasabb jövedelemmel rendelkezőket hozza kedvezőbb helyzetbe, miközben a családi pótlék összegét befagyasztották, vagyis ennek értéke csökkent. Mindezzel párhuzamosan az évi 5 millió forintnál többet keresők több 100 000 forintos nyereséget könyvelhetnek el havonta a felső adókulcs megszüntetése miatt. Az elmúlt egy év során Orbán Viktor és kormánya a valósággal szembesülve egyébként a költségvetés egyensúlyának érdekében belekényszerül mindabba, ami ellen az elmúlt 8 évben politizált. Velünk szemben, a szocialista kormánnyal szemben azonban választott eszközei, a kormány által végrehajtott költségvetési kiigazgatási kísérletek nem segítik a gazdasági növekedést, nem teremtenek új munkahelyeket, és nem biztosítanak védelmet a kiszolgáltatott helyzetben lévőknek. Az Orbán kormány a saját maga által teremtett költségvetési hiányt próbálja betömni államosítással, adóemeléssel, és ráadásul a szociális oktatás és egészségügyi ellátás csökkentésével. Felelőtlenül felhasználja és elkölti a megtakarításokat, nem törődve azzal, hogy ezekre szükség lenne a jövőben is. Példátlan, hogy a kormány kész volt megzsarolni az állampolgárokat, amikor a társadalombiztosítási nyugdíj megvonásával fenyegette őket, és így kényszerítette a magánnyugdíjpénztárak elhagyására. Jelenleg Magyarországon senki nem érezheti biztonságban magát, mert befizetésekkel szerzett jogait vagy megtakarításait elvehetik tőle. Eközben egyébként számos példa volt már arra, hogy a kormány saját embereit kimentett a különadók vagy más szabályok által előírt kötelezettségek alól. Bárkivel bármi megtörténhet tehát, de a kiválasztottak biztonsága mindig megmarad. A Magyar Szocialista Párt szerint ezért az Orbán kormány legfeljebb a hazugságok és a felelőtlen kormányzás világrekordját állította fel, amelyre semmi okuk nincs büszkének lenni. Köszönöm szépen a figyelmüket, van-e valamilyen kérdésük?